A nagy menetelés a szlovák Banyuszki Gábor ellen kezdődött. A papírformának megfelelően az első szlovákiai mérkőzést is megnyerte a Ferencváros méghozzá 32-26-ra. A visszavágó aztán gólesőt hozott a Népligetben, a Fradi 53-26-ra intézte el szlovák ellenfelét. A legjobb 16 között a Viborg következett. A BL-ből érkező dán sztárcsapat otthonában mindössze egy góllal 34-33-ra kapott ki Elek Gábor együttese. A visszavágó előtt mindenki bizakodott tehát. Nem véletlenül és nem alaptalanul. A hajrá pedig elképesztő izgalmakat tartogatott. Szácsik Szandra fog odaállni! Nagyon ritka az ilyen, de igazából nem merek odanézni. Na gyerünk, Szani! Gyerünk! 32-32! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ja! Ja! A 33-32-es győzelem azt jelentette, hogy idegen belül több góllal a Fradi lépett tovább. A negyeddöntőben a francia Toulon volt az ellenfél. Az első találkozón Franciaországban 24-23-as vereséget szenvedtek a zöldfehérek, így a visszavágó előtt hasonló volt a forgatókönyv, mint a Viborg mérkőzés előtt. Hazai pályán viszont ezúttal fiesztát rendezett Elek Gábor csapata. A 37-26-os végeredmény azt jelentette, hogy a sorozat egyik legfőbb esélyesévé lépett elő a Ferencváros. Az elődöntőben ismét egy francia csapat, a Metz következett. Ezúttal is vendégségben kezdtek a zöldfehérek, ám ezúttal egy 31-27-es győzelemmel. Így a visszavágón még az is belefért, hogy a Metz a Népligetben nyerjen 29-27-re. A döntőben a spanyol már Alicante ellen Dabason kezdett a Fradi, és a 34-29-es győzelem mindenképpen bizakodásra adott okot a visszavágó előtt. Spanyolországban végül 23-23-as döntetlent értek el a csapatok, így a Ferencváros 57-52-es összesítéssel elhódította a kupagyőztesek Európa kupáját.